Luciano Portolano altábornagy, a NATO összhaderőnemű parancsnokságának törzsfőnöke. Exkluzív interjút adott stábunknak az olasz tábornok, aki az Észak-Atlanti Szövetség egyik legmagasabb beosztását látja el. Nápolyban találkoztunk vele, az irodájában fogadott. Pár héttel ezelőtt, ahhoz képest, amikor ez a beszélgetés adásba kerül, ért véget éppen egy nagy NATO hadgyakorlat Romániában. Mi a jelentőség egy ilyen nagyszabású gyakorlatnak? Tekinthetjük esetleg erődemonstrációnak? Ebben a NATO gyakorlatban a szövetség különleges erőinek mozgósíthatóságát teszteljük, a különböző kapacitásokat is bevetjük, ez volt a legfontosabb cél Romániában. Alakulatokat küldünk Görögországból és Bulgáriából is, és azokat a képességeket teszteltük, hogy a különböző képességek más országokban hogyan működnek, és hogyan tudnak együtt dolgozni. Fontos szempont, hogy a más országok katonai erői egy ismeretlen országban is hatékonyan bevethetőek legyenek. Jelenleg 2000 katonát vezényeltünk oda más országokból, és 2000 román katona vesz részt ebben a hadgyakorlatban. Nem sokára vége a gyakorlatnak, és most már visszaküldjük a katonákat a saját országaikba. Ez egy nagyon bonyolult és összetett gyakorlat, hiszen a különböző országok különböző nemzetek csapatainak idegen területen kellett helytállniuk, messze saját hazájuktól. Összefoglalva, egy nagyon sikeres hadgyakorlatot végeztünk Romániában. Leginkább a kollektív védelmet teszteltük, amely a NATO tagországoknak a legfontosabb összetartó ereje. De visszatérve a kérdés második felére, igen, ez egy erődemonstráció volt, megmutattuk a világnak, hogy milyen kapacitásaink vannak, és hogy milyen gyorsan tudunk reagálni. A lényeg az, hogy nagyon rövid időn belül távoli pontokon is bevethetjük a NATO csapatokat. Lehet egy második jelentés ennek az erődemonstrációnak, illetve hadgyakorlatnak, és gondolom sejti, melyik nagy keleti országra gondolok. Igen, ez egyértelműen egy erődemonstráció, a hatékonyságunkat mutattuk meg a világnak. De azt fontos leszögezni, hogy a NATO nem egy agresszív szervezet, a mi feladatunk akkor kezdődik, amikor a diplomáciai tárgyalások abba maradnak. A NATO lépéseket mindig politikai döntések előzik meg, a legfontosabb célunk pedig megvédeni a saját érdekeinket és területeinket, azaz a békére vigyázunk. Lehet tudni, hogy elkezdtek előkészíteni szintén egy hatalmas hadgyakorlatot Norvégiában. Mit lehet erről tudni, mik a részletek? Valóban egy nagy NATO képességi gyakorlatot rendezünk jövőre. Egy időben több mint 40 ezer katonát fogunk mozgósítani, a NATO tagországokon kívül más szövetségesek is részt vesznek ezen a gyakorlaton. Ez is egy jelentős erődemonstráció lesz. A különböző speciális katonai képességeinket fogjuk majd tesztelni olyan szempontból, hogyha távoli helyeken különösen rossz időjárási körülmények között kell teljesítenünk. A NATO mind a 29 tagállama biztos ott lesz ezen a gyakorlaton, ezért az irányítást is tesztelni fogjuk. Mi most a legfontosabb feladata a NATO-nak itt a nápolyi parancsnokságon? Milyen katonai lépésekre összpontosítanak most? A legfontosabb célunk a kollektív biztonság. Ehhez szorosan kapcsolódik a krízismenedzsment és a kooperatív biztonság. Itt Nápolyban erre koncentrálunk legfőképp. Szerte a világon vannak műveleteink és természetesen NATO katonáink. Afrikában, például Etiópiában vagy a Balkánon. A KFOR, Koszovó Force is a mi irányításunk alatt zajlik. A nápolyi bázis parancsnoka egy amerikai admirális, aki felügyeli a balkáni missziót, például Szarajevóban, Boszniában. De állandó kapcsolatunk van például Szerbiával, így tudjuk folyamatosan elemezni, hogy a különböző konfliktus zónákban milyen az aktuális biztonsági helyzet.
international geostrategic and political situation. Igazán aktuális most itt Európában a terrorizmus előretörése és a terrorfenyegetettség. Nemrég például Spanyolországban és Brüsszelben is történt egy merénylet. Mi erről a véleménye? Ez a legaktuálisabb fenyegetettség, ami nem csak Európára, hanem az egész világra jelent veszélyt. A NATO-nak az egyik legfontosabb feladata, hogy támogassa a terrorellenes tevékenységeket, akár politikai, akár katonai döntésekről beszélünk. Fő feladatunknak tekintjük, hogy támogatást biztosítsunk a különböző terrorellenes szervezeteknek. Kiváló példa erre, hogy rengeteg terrorellenes kiképzést hajtunk végre, és segítünk a különböző országok terrorelhárító kiképzésében is. Hasonló munkát végzünk például Irakban is, folyamatosan tartunk terrorelhárító kiképzéseket, illetve sok esetben NATO kapacitást is mozgósítunk egy-egy terrorellenes akcióhoz. Különböző országokat tudunk például információval segíteni, hiszen sokszor egy-egy fontos hírszerzési információ életeket menthet a fronton. Mi így lépünk fel a terrorista fenyegetések ellen. Itt Európában és Olaszországban is hatalmas problémát jelent a migrációs válság. Ezt hogyan értékelik itt a NATO vezetésében, és milyen feladatot szab ez önökre? Valóban ez egy nagyon komoly probléma, Olaszország pedig különösen érintett a migrációs nyomás miatt, hiszen naponta ezrével érkeznek új migránsok délről a földközi tengeren keresztül. De ez nem csak NATO kérdés, hiszen hasonló nagy feladat elé állítja az Európai Unió többi tagállamát is. Úgy vélem, hogy a migráció az egy nagy regionális válság, amely igen összetett, és csak is összefogással lehetne megoldani. Tőlünk délre például a mediterrán térségben jelentős katonai és biztonsági lépéseket kellene megtenni ahhoz, hogy megszűnjön a migrációs nyomás. A NATO-nak itt az a feladata, hogy részt vegyen és felajánlásokat tegyen a különböző biztonsági tárgyalásokon. Gondoljunk a földközi tengeri krízis helyzetre. A menekültek 88%-a Afrika középső részéből érkezik, és Líbián keresztül indulnak el hajókkal Európa felé. Az embercsempészek ezt kihasználva különböző lélekvesztő és életveszélyes csónakokkal engedik útnak a menekülteket a földközi tengeren. Így viszont bekerülnek az Európai Unió és a NATO területeire. Ezt a szituációt pedig nekünk minden esetben meg kell oldanunk. Most itt vagyunk éppen Olaszországban, és a Líbiából indulók pont itt kötnek ki, és a NATO hajóknak kezelni kell ezt a szituációt a földközi tengeren. But even in some areas of the Mediterranean. But we are a relatively special situation. Önök egy különleges helyzetben vannak, hiszen az olasz haditengerészet hajói nap mint nap szembesülnek a migrációs válsággal. Olaszországnak ez egy külön problémát jelent, a Líbiából érkező menekült áradat. Ön, mint olasz tábornok, hogyan látja ezt a kérdést? What is your opinion about this question? Please share. Italy is, as Italian, I can tell you that az olasz haditengerészet ebben a feladatban maximálisan részt vesz. Olaszország most azt a politikát folytatja, hogy mi tulajdonképpen életeket mentünk a tengeren, hiszen ha az olasz haditengerészet hajói nem mentenék ki ezeket a bárkákat, akkor emberek tízezrei fulladnának a vízbe. Ezt több nemzetközi szervezet is elismerte, hogy az olasz haditengerészet kiemelt munkát végez. Most az az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a haditengerészet hajóival életeket mentsünk a földközi tengeren. Itt meg kell említenem, hogy az olasz hadsereg egy kórházat működtet Líbiában, a fővárosban, Tripoliban. Rengeteg életet mentünk meg, és az olasz hadsereg egészségügyi munkatársai kiváló munkát végeznek Líbiában. Összefoglalva azt kell, hogy mondjam, hogy Olaszország hatalmas szerepet vállal ebben a kérdésben, akár az olasz haditengerészetre, akár pedig a líbiai kórházakra gondolok. De itt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy Olaszország egyedül nem tudja kezelni a migrációs válságot. Feltétlenül segítségre van szükségünk a különböző nemzetközi közösségektől.
Ezt a migrációs válságot csak is összefogással lehet megoldani. Az interjú előtt beszéltünk arról, hogy ön nagyon jól ismeri a Közel-Keletet, és itt leginkább az iszlám állam elleni harcra gondolok. Hogyan látja ezt a NATO szemszögéből? Milyen a helyzet most Irakban? A NATO természetesen részt vesz ennek az igen komoly krízisnek a kezelésében. Kiemelt támogatást nyújtunk a szövetséges országoknak és csapatoknak. Például indirekt hozzájárulást adunk az iraki hadseregnek. Erre a legjobb példa, hogy katonai és antiterrorista kiképzést tartunk az iraki hadsereg részére. Különböző katonai kapacitásokat adunk a szövetséges csapatoknak a harcokhoz, de azt fontos megemlíteni, hogy a NATO közvetlenül nem vesz részt katonai hadműveletekben az iszlám állam ellen. Hogyan látja a NATO legfontosabb feladatait a következő hónapokban, illetve években? Mik lesznek a feladatok a jövőben az iszlám állam elleni harc tekintetében? Hiszen rengeteg ország, rengeteg hadserege vesz részt a különböző műveletekben. Hogyan látja a biztonsági helyzet alakulását a következő időszakban? Folyamatosan figyelemmel kísérjük a NATO-ban, hogy mi történik a Közel-Keleten, hiszen, mint korábban említettem, az egyik legfontosabb feladatunk a NATO országok biztonságának megőrzése. Ami pedig a közel-keleti krízis területeken történik, az mind hatással van az itteni életünkre. A legnagyobb kihívás előtt állunk azzal, hogy a világ összefogott az iszlám állam ellen. Egy nagyon bonyolult és összetett katonai helyzetről beszélünk. Ezért 100%-osan figyeljük az ott folyó eseményeket. Altábor nagy úr, köszönöm szépen az interjút. A NATO összhaderőnemű parancsnokságán Nápolyban 8 magyar tiszt dolgozik jelenleg. A különleges beosztás miatt családjukkal költöztek 4 évre Olaszországba.